2008 óta ül Kovászna megye tanácsának elnöki székében Tamás Sándor. Legutóbb 2020-ban negyedszerre is újra választották. A tanácselnök ma az elmúlt két év mérlegéről számolt be. Naptári évben gondolkodunk, ami ugye január 1-től december 31-ig tart, sőt nem is csak költségvetési évben gondolkodunk. Ami... Igaz, hogy négy évre választották meg, de nem években, hanem ügyekben és megvalósítandó projektekben gondolkodik Kovászna megye tanácsának elnöke Tamás Sándor, aki megválasztása utáni első két évéről tartott beszámolót. Az elmúlt két év munkáját nehezítették a koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború hatásai, viszont könnyítették új finanszírozási lehetőségek. A megyei önkormányzat fő pillérei a következő években is, csak úgy, mint az elmúlt kettőben, az infrastruktúra, a szociális és gyermekvédelmi ágazat, a hulladékgazdálkodás és az egészségügy lesznek. Nem csak a Covid alatt tapasztaltuk meg, hanem azelőtt is persze tudtuk, csak most egy kicsit hangsúlyosabb lett az, hogy nagyobb figyelmet kell fordítania az egészségügyi rendszer építésére, bővítésére, korszerűsítésére, működőbbé tételére. Ebben a keretben tartozik bele az is, hogy ebben a pillanatban a megyei kórház területén három nagy egységet építünk, vagy építünk újjá. Ami az infrastruktúrát illeti, az elmúlt hét év munkájának köszönhetően befejezik például azt az erdővidéki útszakaszt, amelynek a felújítása legutóbb 50 éve történt. A hulladékgazdálkodás területén az elmúlt 10 évben sikerült Románia legjobban működő hulladékbegyűjtő és feldolgozó központját létrehozni Lécfalván. A gyermekvédelmen belül jövő évben fejeződik be az az átszervezés, amivel az árva gyermekeket a nagy gyermekotthonokból kisebb, családi típusú házakba helyeznek át. Bár Tamás Sándor mandátuma még a következő két évre szól, a Háromszék 2030 című fejlesztési stratégia kapcsán jóval hosszabb távban gondolkodik.